Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A múlt órán beígértem azt, hogy egy néhány gyakorló feladattal meg egy picit megerősítjük azt az elméleti tudást, amit a múlt órán átismételtünk. Na ezt megelőzően nézzük meg, hogy ennek az íjszámnak, a bevezetett íjszámnak a hatványai, a kisebb-nagyobb hatványai hogy számolhatók viszonylag egyszerűen. Kezdjük azzal, hogy az íjszám, hát hogyha egyel szoroznánk, akkor az saját magát, az íjszámot eredményezné. Azt már bevezettük, hogy az i négyzet egyenlő mínusz egyen, ez volt az első ilyen fontos megjegyzésünk az előző órán. Hát nézzük meg az i-nek a harmadik hatványát. Ugye a harmadik hatvány az az i négyzet és az i szorzata, tehát tulajdonképpen, hogyha én a mínusz egyet összeszorzom az i-vel, akkor az mínusz i. Nézzük tovább. A negyedik hatvány az pedig képezhető úgy, hogy a harmadik hatványt még egy i-vel megszorozzuk. Vagyis tulajdonképpen ezt a mínusz i-t megszorozzuk még egy i-vel, és akkor a mínusz i négyzet, amiről tudjuk, hogy az i négyzet az mínusz 1, mínusz 1, az plusz 1. Tehát még egyszer első, itt nem is írtuk, de tegyünk ide egy kis egyest, és akkor azt mondjuk, hogy az első hatvány, második, harmadik, negyedik hatvány. Nézzük meg a továbbiakban, hogy hogy oldható meg, hogy számolható ki az ötödik hatvány. Hát az ötödik hatvány az a negyedik, amit már ismerünk, szorozva még egy i-vel. Az i negyedik hatványa az 1, ezt megszorozzuk egy i-vel, tehát kapunk egy i-t. Haladjunk tovább. I a hatodikon, s i az ötödiken, szorozva egy újabb íve, azaz az i szorozva íve, ami i négyzet, azaz mínusz 1. Nézzünk még egy 2-3 ilyen hatványt. A hetedik hatvány az a hatodik szorozva még egy íve, tehát a mínusz 1 szorozva az íve, az mínusz i, és a nyolcadik az pedig a hetedik hatványa az i-nek szorozva az i-vel, és az mínusz i szorozva az i-vel, és ismételjük ugyanazt, amit itt az előzőekben már láttunk, hogy ez mínusz i négyzet, azaz egyenlő egye. Na most ezt folytathatnánk így tovább, de amit észrevehetünk mindjárt, hogy az első hatvány, az ötödik hatvány az ugyanannyi. A második, hatodik, harmadik, hetedik, és így tovább. Tehát látjuk, hogyha négyen növeljük a kitevőt, akkor ugyanazt az értéket kapjuk. Hogyha azt mondom, hogy ugyanebben, tehát valamilyen 4k értéket veszek, és a 4k értékhez egyet még hozzáadok, akkor tulajdonképpen k egyenlő nullára, 4x0, 0, plusz 1 az 1, tehát arra ezt az első tagot kapom meg. Hogyha k-ra egyet veszünk, 1x4 az 4, meg 1 az 5, akkor jött ez a következő tag. Tehát minden, ami ilyen formában, ilyen kitevővel adható meg, annak az értéke egyenlő lesz az i-vel. Ugyanúgy, ha azt mondjuk, hogy a kitevőt föl tudom írni úgy, hogy 4k plusz 2, akkor ugye ezt a logikát folytatva, ez egyenlő lesz mínusz 1-el. A következő sorba, hogyha a 4k-hoz hozzáadunk 3-at, ez a mínusz i, és hát legyünk következetesek, mondjuk azt, hogy a 4k-hoz hozzáadunk még 4-et, akkor ennek az értéke egyenlő lesz 1-el. Tehát tulajdonképpen ez a rész az, ami nekünk lehetővé teszi azt, hogy i-nek bármelyik hatványát kiszámoljuk. Nézzük meg egy példát keresztül, valószínűleg akkor még egyszerűbb és érthetőbb lesz a dolog. Tételezzük fel azt, hogy az i-nek a 27. hatványát szeretnénk meghatározni, akkor a gondolatmenet a következő. 27-ben hányszor van meg a 4? Hogyha a 4 megvan 6-szor, 6-szor 4 az 24,
és plusz 3, akkor megkaptam azt, hogy egy k érték, amit konkrétan most 6, szorozva 4-jel, 6x4, 24, plusz 3, és azt mondom, megkeresem azt, ahol a plusz 3-as van, és azt mondom, hogy ennek az értéke, tehát ezt mondjuk úgy, hogy nem veszük figyelembe, ez egyenlő az i a harmadikonnal, az i a harmadikonról pedig azt tudjuk, hogy egyenlő mínusz i-vel. Tehát ilyen formában i-nek bármelyik hatványát ki tudjuk számítani, és hogyha szükség van a számításaink során, akkor élünk is ezzel a lehetőséggel. Feladatok következnek, amelyek tartalmazzák a már előző órán elmondott műveleteket, illetve hát még egy-két olyan feladat, amelyhez szükséges az egyenletrendszereknek az ismerete is, de lépésről lépésre. Nézzük az elsőt. Tehát, hogyha lesz egy Z számunk, ami a következő törtel adott, ez a 3 plusz i per 2 mínusz i a négyzeten. Jó, a feladatunk az lesz, hogy ennek a számnak adjuk meg a valós, imagináriusz részét, és adott esetben számoljuk ki még a modulusát is ki. A következő, kezdjük a nevezővel. Ha látjuk, hogy a nevező egy binomnak a négyzete, akkor ezt négyzetre megyük, valószínű ezzel egy kicsit egyszerűbb nevezőt kapunk majd, tehát a 3 plusz i per a binom négyzete 4, mínusz 4i, és plusz i négyzet. Hogyha tudom az i négyzetről, hogy az mínusz 1, akkor a nevezőt egyszerűbb alakra hozva, a 4-ből kivonom ezt a mínusz 1-et, az 3 mínusz 4i. Ez viszont két komplex számnak az osztása. Az osztás műveletében segít rajtunk az, hogyha ezt az adott törtet megszorozzuk, egy olyan törtel, amelynek a számlálója és nevezője is ennek a tört nevezőjének a konyugát komplex párja. Hát azt mondtuk, hogy a számlálóknál továbbra is mindegyik tagot mindegyik taggal megszorozva 3x3 az 9 plusz 12i, illetve az i-vel szorozva az 3i, és plusz 4i a négyzetem. Itt érvényesítjük a négyzetek különbségére vonatkozó fölbontó képletet, ami alapján ez első tag négyzete, mínusz a második tag négyzete. Akkor a számlálóban ez a 4i négyzet, lévén, hogy ez mínusz 1 szorozza a 4-et, az mínusz 4, 9 mínusz 4, az 5, itt pedig összeadjuk a képzetes részeket, 12 meg 3, az 15i. A négyzetremelés után ez 9, ez pedig 16i négyzet. Az i négyzet mínusz 1, és itt is egy mínusz, tehát az még plusz 16, ami 5 plusz 15i per 25. A feladatunk az, hogy meghatározzuk a valós és a képzetes részt, ezért a 25-tel a számláló két tagját külön-külön elosztom, tehát az 5 per 25 plusz 15 per 25i. Tudunk 5-tel egyszerűsíteni, akkor az 1 ötöd, plusz itt is 5-tel egyszerűsítünk, az 3 ötöd i. Akkor a következő a következőképpen tudjuk ezt folytatni, azt mondjuk, hogy a valós része az 1 ötöd,
A képzetes része az pedig egyenlő a 3/5-del. Ezzel meghatároztuk a valós képzetes részt, és a korábbiak során azt mondtuk, hogy ha ennek a komplex számnak a modulusát szeretnénk kiszámítani, akkor vesszük a valós részt, amit egyébként alva is jelöltünk, amikor az algebrai értéket adtuk meg, akkor az az 1/5 a négyzeten plusz 3/5 a négyzetem, hát csak közelítően fogjuk meghatározni, nem, az 25, és akkor azt mondjuk, hogy ez 10/25, hát még legyen egy egyszerűsítésünk, 5-tel az 2/5, és maradhat így, tehát ez teljes egészében megfelel a feladat elvárásainak. Ez lenne az első feladatunk. A második feladat az pedig a következő lesz. Tehát egy egyenlet lesz adott, a következő 2 plusz i szorozva egy z-vel és 5 plusz 4i. A feladatunk az, hogy a komplex számok halmazán oldjuk meg ezt az egyenletet, amit a következőképpen tudunk elvégezni, hogy egyszerűbb legyen, azt mondjuk, hogy ezt a z-t mi nem tudjuk, de bármikor megadhatjuk ezt az x plusz iy algebrai alakját, és be is helyettesítem ebbe a 2 plusz i, és a z helyébe zárójelbe az x plusz iy egyenlő 5 plusz 4i-vel. Bal oldalon binomot binommal szorzunk, akkor az a 2-vel szorzunk 2x és plusz 2iy. Ha az i-vel szorozzuk, akkor az ix és plusz i négyzet y. A jobb oldalon álló komplex számot nem bántjuk. A bal oldalon csoportosítjuk, mert ez valós része, és hogyha az i négyzetet újra mínusz egyre váltom, akkor ez is egy valós rész lesz. Tehát a 2x, és innen most már a mínusz y, a baloldali érték valós része meg kell, hogy egyezzen a jobb oldali szám valós értékével. Tudnék, a két komplex szám ugye akkor egyenlő, ha a valós részeik és a képzetes részeik is egyenlőek. Itt viszont, hogyha ebből kiemelem az i-t, akkor megmarad egy x és a plusz 2y. Az i-t most egyelőre nem veszem figyelembe, ugyanúgy nem veszem figyelembe a másik oldalon a képzetes résznél se az i-t, hanem azt mondom, hogy ez egyenlő lesz 4-jel. Az előbb utaltam rá, hogy lesznek olyan feladatok, ahol a egyszerű egyenletrendszer megoldásokra is szükségünk lesz. Hát válasszuk az egyenlő együtthatók módszerét, mondjuk azt, hogy ezt az elsőt megszorozva 2-vel, az egyenlet úgy módosul, hogy 4x minusz 2y egyenlő 10-zel, a második egyenletünk az változatlan lesz, és ha két egyenletet összeadjuk, az volt a cél, hogy valamelyik együtthatónk elveszem, és hogyha az x-eket összeadom, akkor az 5x, ezek nullát eredményeznek, és itt pedig, ha összeadjuk, akkor az 14, ahonnan az x értéke egyenlő 14/5-del.
Hát tulajdonképpen ezt bárhol helyettesítjük vissza, mondjuk, hogy visszahelyettesítettük ebbe, akkor az x plusz 2y egyenlő 4-ből a 14 5 plusz 2y egyenlő 4 egyenlet adódik. Ez tovább 2y egyenlő, hogy 4 mínusz 14 5-öd. A 2y, a 4 az egyenlő 20 5-öddel, amiből kivonjuk a 14-et, akkor az lesz, hogy 6 5-öd. De a 6 5-öd az a 2y, tehát ennek a fele az pedig a 3 5-öd lesz. És megkaptuk a választ gyakorlatilag, hogy melyik az a komplex szám, amelyre ez az egyenlet igaz. Hát ez a komplex szám, és akkor megvan az x, az 14 5-öd és 3 5-öd-i lett az egyenlet megoldása. Ez lett volna a második feladat. Nézzünk még egyet, amelybe hát hasonlóan ehhez az előző feladathoz egy kicsit más felírásba az x-et és az y-t kell kiszámítani. Tehát a feladatunk az a következő. Mennyi az x és mennyi az y értéke? Ha igaz a következő, hogy az 5x mínusz 3yi plusz 2i egyenlő 6 mínusz ix mínusz y. Tehát ebből kell meghatároznunk az x és az y értékét. Látjuk, hogy ez egy valós, és itt pedig ez a két aláhúzott tag valós részei a bal oldal, jobb oldalnak. Egyelőre csak maradjunk annyiban, hogy az 5x-et leírjuk. Itt viszont, hogyha én egy i-t kiemelek ebből és ebből, a kettes, hogyha előírom 2 mínusz 3y, marad a zárójelbe, ez egyenlő, és akkor itt csak átcsoportosítva egy kicsit a tavokat, azt mondom, hogy a 6 mínusz y mínusz ix, ez lett a jobb oldal. Azt tudjuk, hogy a két komplex szám akkor egyenlő egymással, hogyha a valós imagináriós részek egyenlőek, tehát tulajdonképpen nekünk ez az 5x és a 6 mínusz y az egyenlő kell, hogy legyen. Tehát az 5x egyenlő a 6 mínusz y-nal. Ugyanúgy a 2 mínusz 3y egyenlő kell, hogy legyen. Tehát az i-ket nem vesszük figyelembe, a mínusz x-el. Az előző példával teljesen megegyezően kapunk egy elsőfokú egyenletrendszert, amit hát ismertebb alakra hozva 5x, ha az y előjelváltás után a bal oldalra kerül, akkor az plusz y egyenlő 6-tal. Hát itt is rakjuk az egyenletünket olyan sorrendbe, hogy legyen előre az x, utána a 3y, és ez egyenlő lesz mínusz 2-vel. Ellentett együtthatók módszere, szorozzunk itt 3-mal, és akkor az 15x plusz 3y egyenlő 18-a. A másik egyenletünk az marad, x mínusz 3y egyenlő mínusz 2-vel. Ha összevonjuk a két egyenletet, akkor látjuk, hogy az első oszlopba az 16x, a második oszlop összege 0, és ez egyenlő 18 mínusz 2, azaz 16, ahonnan az x-re azt kapjuk, hogy x egyenlő 1-el.
Hát itt most megint tetszőlegesen választunk, mondjuk, hogy választottuk ezt az x minusz 3y egyenlő minusz 2 egyenletünket, ahol behelyettesítve az egyet, ez 1 minusz 3y egyenlő minusz 2-re módosul, minusz 3y egyenlő minusz 3, és az y is egyenlő 1-je. Azaz kiszámítottuk az x értékét és az y értékét, ami a feladatunk célja volt. Hát az alapfeladatokról talán ennyit, a folytatás következik egy kicsit komolyabb és összetettebb részekkel. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!